Megadom a szót. Köszönöm a szót, elnök úr. Mielőtt az LMP foglalkoztatáspolitikai vonatkozású álláspontját bővebben kifejteném, engedjenek meg egy reflexiót Kővári képviselőtársam LMP-vel kapcsolatos megjegyzéseire, amire azt gondolom, hogy azért van szükség, mert több ponton is tévedésben van mind a kormánypárt, mind néhány ellenzéki párt az LMP álláspontjával kapcsolatosan. Az állam szerepe az ilyen a társadalom működtetésében az a Fidesz számára egy ilyen David Cameroni képet fest, tehát van egy nagy társadalom és egy kicsi állam, van egy állam, amelyik visszavonul a társadalom működtetéséből, csökkenti az intézményrendszert, és aztán majd, és tulajdonképpen, ahogyan ezt ma már másfél év kormányzás után Angliában lehet látni, nagyjából leépíti a működő szociális szolgáltatásokat, magára hagyja a közösségeket, és ennek elég csúnya következményei lehetnek. Lássuk például a londoni, illetve a nagy angliai zavargásokat, amelyeket sokan, sok elemző és szakértő ahhoz köt, hogy az ifjúságpolitikai programok, szolgáltatások, azok nagyon keményen visszalettek vágva Angliába. Ezt a példát azért hoztam fel, mert szeretném hangsúlyozni, hogy akkor, amikor mi állami szerepvállalásra beszélünk a társadalom működtetésében, a helyi közösségek támogatásában, a családok támogatásában, akkor mi egy új szemléletmódot, egy zöld szemléletmódot kívánunk bevezetni, és nem a volt szocialista és liberális kormány szemléletmódját kívánjuk újraéleszteni. Én megértem, hogy ez önöknek egyelőre még nehéz dió és feladvány, de azt javaslom, hogy tekintsék át részletesebben a költségvetési javaslatunkat, amelyben több ponton is javaslatot teszünk arra, hogy hogyan lehet az államnak olyan szerepe a társadalom működtetésében, amely autonóm, önfenntartó közösségeket hoz létre, nem csak a család szintjén, hanem olyan helyi közösségeket is, önkormányzati települési szinten, illetve központi kormányzati szinten is olyan mechanizmusokat hoz létre, amelyben igenis az önfenntartás és nem a függés az, ami eredménykez. Én megértem, hogy Magyarországon az elmúlt 20 év tapasztalatai alapján nehéz egy olyan állami szerepvállásról beszélni, amely nem függőséget idéz elő a civil szervezetek, az érdekvédelmi szervezetek, a közösségi szervezetek működtetésében, hanem valami fajta önállóságra való nevelést, fejlesztés segítését, de higgyék el, hogy ez létezik, higgyék el, hogy erre vannak jó példák, és az LMP emellett érvel akkor, amikor azt mondjuk, hogy az adófizetők pénzéből már pedig nekünk támogatni kell változatlanul, kötelességünk támogatni ilyen közösségi kezdeményezéseket, mind a család, mind a nagyobb közösségek szintjén. Ezek után szeretnék rátérni a foglalkoztatás politikával kapcsolatos nézeteinkre, amelyeket a képviselőtársaim már korábban érintettek bizonyos pontokon, és ismételten szeretném azt hangsúlyozni, hogy mi egyetértünk a kormány célkitűzésével, hogy itt egy munkaalapú társadalmat kellene létrehozni Magyarországon. Aztán az, hogy ebben mennyire látjuk hatékonynak az eszközöket, ebben ugye az elmúlt másfélben sokat vitatkoztunk, és sajnos a 2012-es költségvetésről is alapvetően rossz véleménnyel vagyunk ebből a tekintetből, mert nem látjuk azt, hogy a célok azok meglennének megfelelő eszközökkel támogatva. Ugye volt egy rövid vitám az előbb Comba államtitkár úrral a munkaerőpiaci alapból történő kivonásokat illetően, amelyre ő azt válaszolta, hogy az Európai Uniós forrásokból kívánják pótolni a költségvetés alapján azt a pénzt, amit a nemzeti forrásokból elvonnak. Én kicsit utána néztem ennek, és nem igazán találom azt a sort, amelyben a költségvetésben, amely erre utal. Találtam egy sort, amelyen 7 milliárd forintnyi Európai Uniós támogatást jelöl a kormány meg, de azt látni kell, hogy a szakképzésre és a képzési támogatásokra a munkaerőpiaci alapból mind összesen 23 milliárdot készül kivonni a kormány. Ezt az a 7 milliárd semmiképpen nem fedezi, tehát azt az állítást nem tartom
igazoltnak, hogy Európai Uniós alapból töltenék fel a hiányzó forrásokat, de amúgy nem is tisztázott, hogy ez a 7 milliárd forint mire költődik majd el, ez nem világos és egyértelmű a költségvetésből, és azt gondolom, hogy azok az aktív munkaerőpiaci eszközök, különös tekintettel az átképzésekre, képzésekre, amelyeknek az átszervezésére ténylegesen szükség van, de létük fontossága nem megkérdőjelezhető a jelen magyar munkaerőpiacán, azt gondolom, hogy nem tisztázott a költségvetés alapján. Tehát miközben mi egyetértünk a foglalkoztatottság növelésére, valamint az államháztartási hiánycél tartására és az államadósság csökkentésére irányuló kormányzati szándékokkal, ezek megvalósulását nem tartjuk lehetségesnek az aktív és passzív munkaerőpiaci ellátások egyidejű csökkentése útján. Az utóbbi célkitűzés eléréséhez pedig nem tartjuk adekvát eszköznek a foglalkoztatás elősegítésére fordítandó állami támogatások csökkentését. A munkaerőpiaci alap átalakításával a Startmunkaprogram új címként jelenik meg az előirányzatok között, melyhez a munkaerőpiaci alap saját forrásból 132.182,5 milliárd forintban nyújt fedezetet, amelynek része az az 50 millió forintos költségvetési támogatás, amelyet ugye a tavalyi költségvetésben is láttunk. És a tavalyi költségvetésben ez a 64 milliárd forintra tervezett közfoglalkoztatási kiadások után üdvözlendő az, hogy a közmunkaforrásokra a kormány igyekszik visszapótolni a 2010-es szintet, illetve egy kicsit azt meg is kívánja haladni. Nem világos számunkra azonban az, hogy mely forrásokból történik majd ennek a keretnek a feltöltése. Mint ahogy arra már állami számvevőszék is rámutatott a jelentésében, az új közmunkaprogram részletei, így a forrásigénye sem ismert, ezért a kiadási előirányzat nem is értelmezhető a célok teljesíthetőségének megítélése szempontjából. Több képviselő elmondta, kormánypárti képviselő elmondta a mai nap folyamán azt, hogy a közmunkaprogram bővítésével, kiterjesztésével tulajdonképpen önök segélyhelyet visszavezetik a munkaerőpiacra a munkanélkülieket. Azért itt egy pontosítást szeretnék eszközölni. A közmunka az állami foglalkoztatás, és nem a nyílt munkaerőpiacra való közvetlen visszavezetés. És az LMP véleménye szerint ezt a dolgot a kormánynak az elmúlt másfél évben, ez a nagyon fontos célkitűzést, ami az egyetlen létjogosultságát adhatja bármely közmunkaprogramnak, nem sikerült a kormánynak megvalósítania. Tehát ezt azt gondoljuk, hogy változatlanul nyitva van ez a kérdés. Bízunk abban, hogy a Startmunkaprogram megvalósításánál erre nagyobb figyelmet fognak fordítani. Köszönöm szépen!